Sziasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Dobbantó, Bojtos Schwab Csillával és Bojtos Zoltánnal. Ma este főzni fogunk, hogy nehogy azt gondolja bárki, hogy a táplálék kiegészítők csak kapszulákat, porokat és esetleg ganodermás kávét jelentenek. Recepteket hoztunk, első receptet a Cérna Tündítő fogjuk hallani, de lehet, hogy nem is egyet, de egyet biztosan átadom a szót neked. Köszönöm szépen. Egyébként kettővel készültem. És hát ezt nem saját magam találtam ki, de finomítottam rajta. Néhány évvel ezelőtt Koncsalova Marika és Robi fent voltak Budapesten, és ami elképesztő ételkülönlegességeket hoztak, süteményeket, hideg-meleg ételeket, tényleg remek művek voltak. És aztán azóta már többször ettem ezt a két krémet. Én ezeket a krémes, úgymond ilyen mártogatós krémeket nagyon szeretem, pirítóshoz, vagy száraz kiflihez, bármihez tudjuk enni. Szóval, hogy ilyen gyors vacsorának is nagyon jó, vagy ilyen vendégváró falatkának. Úgyhogy borzasztóan egyszerű, mondom az alapanyagokat, de ugye hál' Isten rögzítve van az egész, úgyhogy mindenki később is le fogja tudni jegyzetelni. Ez egy túró, az a neve egy kevert túró. 25 deka túró kell hozzá, egy fél vaj, 5 darab spirulina. Én kicsit többet szoktam beletenni, hogy jó zöld legyen, úgyhogy bátran, mert hogy nagyon jó íze lesz tőle, nem fog semmi sem történni. Vagy porba, vagy pedig jól össze kell törni a spirulina tablettákat. Egy egész evőkanál Maiko veggie, de ezt is lehet egy picit többet tenni bele. Ugye kóstolgatjátok közben, akkor is fogjátok érezni, hogy milyennek ítélitek. Aztán só, hagyma, fokhagyma, ezek szintén olyan fűszerek, amit hát ízlés kérdése, kinek milyen dolga van még este, aszerint tudja ezt a mennyiséget, arra gondoltam, hogy előadást kell tartani, vagy ilyesmi. Na szóval ezt mind-mind jól összekeveritek. Marikáik azt mondták, hogy ők mindent összeturmixolnak, hogy tényleg ilyen nagyon krémszerű állaga legyen, és volt egy javaslat, hogy egy kis formába, ha belöntjük, ez bármilyen kis ilyen szilikonforma, vagy kistál lehet, és aztán később azt ugye lehűtjük, kiborítjuk, akkor még egy ilyen kis jópofa hangulatos dekoráció is lehet az asztalon, és elképesztő finom. Szerintem nekem ez a kedvencem, amit ők mutattak, de én szeretem ezeket a tunkolós dolgokat, úgyhogy ez volt a kevert túró. És akkor van egy másik krémem, az pedig a csicseri borsó krém. Ez egy egész konzerv csicseri borsó kell, szintén egy fél vaj, szintén egy fej, vagy jó sok hagyma, fokhagyma, fokhagymából lehet bele tenni bőven, szintén az egyevőkanál Maiko veggie, ebből is lehet többet tenni, majd érzitek, hogyha kóstolgatjátok, egy jó kúpos evőkanál mustár, és só, bors ízlés szerint, ezt is jól össze kell dolgozni, turmixolni, aztán lehűteni, mehet ebbe a kis formába, és aztán akár most már van kétfajta kis krémes, tunkolós, mártogatós kajánk is vacsorára, úgyhogy mindjárt pirítom is hozzá a kenyeret. Úgyhogy én ezt a két kis, tényleg nagyon gyors és nagyon, nagyon finom. Spirulina biztos van mindenkinek otthon, a Maiko veggie-ben nem vagyok biztos, de szóval, hogy érdemes ezt így ilyen gyógynövényfűszerként kipróbálni ételekhez. Szuper, nekem már megindult a nyál a számba, ahogy mondtad. Köszönjük szépen. Nagyon finom, köszi. Esetleg Linda leszel a következő? Igen, szívesen bevállalom. Sziasztok. Én teljesen gluténmentes és vegán ételeket hoztam. Négy különböző termékünkkel. Az első a kókuszolaj lesz. Hát egy vegán amerikai palacsinta lenne. Elmondom az összetevőket, elmondom, hogy hogyan készítem, és én majd szívesen a kis dokumentumot, amit készítettem, majd elküldöm, és akkor akár csatolni is lehet. Hozzávalók, 2 evőkanál chia mag, 10 evőkanál víz, 1,5 bögre gluténmentes zappehejliszt, 5 deci kókusztej, 1 csipet himalájasó, tehát én ezt használok, 2 teáskanál juharszirup. Ha valakinek a cukrával problémája van, akkor nyugodtan rizsszirupval is helyettesítheti, vagy hát ugye úgy is tudja, hogy mi az, ami megfelelő számára.
kevéske vanília kikapart magja, egy kávéskanál glutén és foszfátmentes sütőpor, egy kávéskanál szódabikarbóna, és egy kávéskanál, teáskanál DX-en kókuszsír, vagy kókuszolaj. Hát a csiamagot ugye a vízzel egy negyed órát hagyjuk duzzadni, addig minden mást így kikeverek egybe, kézi habverővel, és amikor így ilyen homogén állag keletkezett belőle, akkor adom hozzá igazából ezt a csiamagot, és akkor a kisütéshez is a DX-en kókuszolajat szoktam használni. Ez egy nagyon könnyű kis édesség lesz, mivel ugye van benne sütőpor, ilyen amerikai palacsinta jelleg, ezért így magasabb lesz, úgyhogy nem kell tőle megijedni. Szerintem abszolút a gyerekeknek reggelire szoktam, meg főleg ilyen futós napokon, úgyhogy arra is lehet használni. A további három étel, amit hoztam, smoothie lenne. Én nagyon nagy rajongója vagyok a smoothie-knak, mert egyrészt egyszerű őket elkészíteni, zöldségből, gyümölcsből, de most gyümölcsöseket hoztam mind, és akkor ehhez a termékeink. Az első az baby spenótos smoothie, ez nagyon szép zöld keverék lesz. 2 marék baby spenót, 1/2 liter ananászlé, 4 szem DX-en spirulina porítva, 1 darab banán és 1 darab körte kell hozzá. És igazából nagyon egyszerű, a baby spenótról le kell szedni a szárát, a többi hozzávalót azt még csak feldaraboljuk, és minden mehet egybe. Aztán van egy mango smoothie-m is, ez az egyik legújabb, nagyon-nagyon krémes. Ehhez kell 1 mangó, 2 banán, 1 narancs kifacsart level, késhegynyi fahéj, 3 deci kókusztej, és teszek bele 2 kapszula Ganoderma GL-t, mert így nagyon jó kis immunerősítő italka készül belőle. Ugyanígy kifacsarjuk a narancsnak a levét, a többi hozzávalót feldaraboljuk, minden egybe a turmixba. És utolsónak pedig egy chai elnevezésű smoothie-t hoztam. Ezt igazából azoknak ajánlom, akik a keleti ízeket, vagy ezeket a nagyon fűszeres ízeket kedvelik. Ezt civettino kávéval spékeltem meg, és nagyon különleges ízharmóniát adott neki. Hozzávalók 2 banán, 5 nagyobb datója, én kicsit lekapargattam a héját, 2,5 deci mandulatej, 1/2 csapott kávéskanálnyi fahéj, 1/2 csapott kávéskanálnyi gyömbér, ez mind őrölt természetesen, késhegynyi kardamom, késhegynyi szerecsendió, késhegynyi fekete bors, késhegynyi ánizs, és a kávét pedig úgy készítettem, hogy egy, ugye adnak a Tivattino kávéhoz egy ilyen mérőkanalat, egy olyan kanálnyi kávét beleraktam egy filterbe, nehéz szó, és akkor ezt körülbelül egy 1/2 deci vízzel, forró vízzel öntöttem le, 5 percig állni hagyjuk, addig az összes többit ki tudjuk keverni, és mehet a turmixba. Olyan melegen tettem hozzá, erről az egyről fontos tudni, hogy ez csak frissen jó. Tehát ezt azonnal érdemes elfogyasztani, a többi viszont még másnap is tökéletesen megállja a helyét. Köszi. Szuper, nincs oda egzotikus italok. Igen, én is köszönöm. Köszi szépen. Egészségeteket. Erzsike, van kedved elmondani, hogy te hogy fogyasztod a... Nos, én a spirulina műzlivel szoktam mostanában összekeverni a rostos őszi levet, amit én készítek minden ősszel. Egy 20-30 litert, mikor mennyi jön össze. És nagyon finom. Próbáltam régebben őszi barackos joghurttal, viszont hogy van házi, tudom, hogy bio, így a kettő együtt egy egészséges kis, hát, hogy mondjam, 10 órai, akármire jó. Hát én ezt szoktam így összekeverni, és nagyon finom. Köszönjük szépen. Akinek van rostos őszje, amit saját maga készít, nyugodtan megcsinálhatja.
Akinek nincs, az megvesz a boltba. Igen. Jobb híján. Köszönöm. Akkor, ha nem bánjátok, nem is, hogy elmondom, hanem megmutatom, hogy én hogy csinálom a kávémat. Kell hozzá egy ilyen. Ezt úgy értetek, hogy minden nap viszi a kávé. Első krém kávé. Fölvágom, beleszúrom az aljába. Általában a csomagolást nem szoktam beletenni. Aztán következő alkotóelem, Pória S. Ebből én nekem egy egész kanálkával kell fogyasztanom. Azt mondták a szakemberek, így én ezt szépen rárakom a kávé tetejére. Ez nagyon jó a keringésnek a megindítását. Aztán nekem ilyet is kell fogyasztanom. Abból megpróbálok egy fél kanálnyit kimerni. Ez kb. 3 kapszula. Ez kb. 3 kapszula. Azt is rárakom a kávé tetejére. Aztán következik a második kávé. Ezt is beleszórom. És utána egy kis rizstejet szoktam rátenni. De még egy nagyon fontos alkotóelem hátra van. Mondjuk félig öntöm, mert ezt össze kell rázni, ugyanis ez hideg. És azért jobb, hogyha a pória és a cordyceps az középen van, mert valahogy olyan csúnyán feltapadnak ide a tetejére. Szóval most félig van meg a kávénk. Nem sok hely van itt nekem a szemítógép asztalon. És utána jön ez az érdekes alkotóelem. Ez csokoládés borsó ital. Én tudom, hogy a csokoládé és a borsó egy mondatban nagyon bizarr, de annyit higgyetek el róla, hogy ennek körülbelül olyan íze van, mint az ír krémlikőrnek, a Baileysnek, csak ugye nincs benne alkohol. És én ebből csak úgy találom rá egy olyan másfél decinyit szoktam ráönteni, és ettől egészen finom, érdekes íze lesz ennek a kávénak. Ez nekem az egész adagom, tehát én még itt a végén feltöltöm teljesen a rizsitallal, vagy a rizstej, vagy mi ez. És akkor én ezt berakom szépen a hűtőbe, és holnap a nap folyamán, amikor egy kis örömre van szükségem, egy kortnyi örömre, akkor én ebből iszok egy kortyot. Úgyhogy én így iszom a kávét, nem tudom, hogy ezt a borsó italt azt honnan lehet beszerezni, de érdemes kipróbálni, mert itt tudom persze, de nagyon furán néz ki az, hogy borsólé és csokoládé, de tényleg olyan íze van, mint az ír krémlikőrnek. Úgyhogy ennyit az én receptemről. Következő Zsolt, meséld el, te is furcsán iszod a kávét, ahogy mondtad, meséld el, hogy te hogy. Még a mikrofonod nem él. Most hallottuk engem? Igen, most már igen. Most már igen. De jó. Már nem látunk. Egy pillanat akkor, bekapcsolom a képet is. Valahol eltűntem. Na most. Megvan. Most látok is, és hallottok is. Jó? Igen. Akkor. Hát krémkávét. Krémkávé mézzel, vagyis a krémkávét beleteszem meleg vízbe, és akkor teszek bele egy kanál mézet, és emellé meg kókuszolajat egy kanállal, és ezt a hármat össze jól összekeverni, egy nagyon-nagyon finom kávét lesz így belőle. És krémkávé, méz, kókuszolaj, és akkor összekeverve. És ez a különleges kávé. Köszi szépen! Köszönjük szépen! Az a kérdésem, hogy jelezze már valaki, hogy van-e még itt olyan, akinek receptje van. De... szeretném megosztani. Hát, ha nincs, akkor leállítom a felvételt. Kata, végül is ti hoztatok receptet? Még le van kapcsolva a mikrofonod. Most már él a mikid, most már hallani kell. Én remélem, hogy hallatok is. Igen, hallom. Igen.
Én, ahogy itt most néztem a hölgyet, akit csinálta a sárga, őszi barackkléből a spirulina cereált, hát én ezt csinálom sárga barackklé, én is saját magam teszem el ezeket, és nagyon finom, meg hát én joghurttal keverem a spirulina cereált, én azt teszem reggel, saját készítésű lekvárral, úgyhogy nagyon-nagyon, és tényleg a spirulina cereált tényleg csak úgy ajánlani tudom mindenkinek, mert nagyon laktató. Nem eszem meg az egész csomagot egy nap, hanem elosztom két napra, és nagyon finom. És tényleg délig nem kell más tenni, mert ez tökéletesen jó. A joghurttal, a lekvárral nagyon finom, nagyon jó íz. Nyilván, amikor friss gyümölcs van, akkor jön rá friss gyümölcs is. Ilyenkor mondjuk banán, vagy narancs, grapefruit, ezek. Még. Köszönjük szépen. Jó, köszönjük szépen. Akkor, ha nincs más, én leállítom a felvételt, és következik az after party. Mindenki, aki felvételről néz minket, javaslom, hogy legközelebb gyere elérőben. És készítsétek el a receptet, jó éjfájt!